Kedves nézőink, köszöntöm Önöket Mincentről, Hevesi István agrárvállalkozó telepéről. Hevesi úr, a nyáron forgattunk itt Önnél, mikor még épülőben volt az új istálló. Azon nézőinknek, akik nem látták azt a filmet, kérem mutassa be a telepet. 2016-ban gondoltuk úgy édesapámmal, hogy egy ilyen új épületre most már szükség lenne a gazdaságba, és ennek az előkészítési munkáit elkezdtük, a terveket megcsináltuk, vagy megcsináltattuk, a pályázatot apu halála miatt már csak én adtam be, de közben készülve arra, hogy ez reményem szerint nyerni fogom, már a közbeszerzést is megcsináltattuk, és ez utólag azt kell mondjam, hogy egy bölcs lépés volt, már olyan tekintetben, hogy a nyertes pályázat után már nem volt hátra túl sok minden, idézőjelben teszem, csak a bankot meggyőzni, hogy ez egy olyan beruházás, ami megtérül, illetve maga kivitelezési munka. A bank meggyőzése az egy kicsit lassabban haladt, mint ahogy gondoltam, de a közbeszerzés lejárta után a Mincenti Kovács Gépszer Kft. Nekiállhatott, mint generál kivitelező a épület fölépítésének. Azt kell mondanom, hogy amiatt is bölcs lépés volt a közbeszerzés, mert azóta igen jelentősen fölmentek az árak, illetve hát az építőipar leterheltség is olyan lett volna, hogyha akkor nem kezdjük el a munkát, akkor lehet, hogy 2 évig nem találtuk volna, vagy nem épült vehetett volna fel ez az épület. Az eldöntendő kérdés az volt, hogy szeretnénk-e a piacon maradni, megmaradni, és én abban bízom, vagy bíztunk apuval, hogy ez a beruházás egy olyan viszonylag gyorsan megtérülő beruházás, ami majd lehetőséget nyújt a további telefejlesztésre is, mert sajnos az idő telik, és azt látni kell, hogy annyi új információ van a mezőgazdaságban, annyira fejlődik az állattenyésztési rész is, hogy csak kapkodjuk a fejünket, hogy mennyi új technológia, mennyi új ismeret érkezik ebbe a rendszerbe be, és ennek meg kell próbálnunk megfelelni. A mai genetikának már szüksége van arra, hogy ilyen korszerű épületekbe helyezzük el, mert máskülönben a benne levő genetikai potenciált nem tudjuk kihozni. Olyan érdekes dolgokat tanulunk, amiről meg se gondoltuk volna, hogy ennek van létjogosultsága. Hogy csak egy néhány példát mondjak, az épületben elméletileg 18 foknál nem lesz se melegebb, se hidegebb. És ez azért fontos, hogy a disznóknak a vermesülése, vagy a komfortérzete mindig kiszolgálásra kerüljön, és emiatt majd hátha a termelése is sokkal jobb lesz, mert ezek a disznók már annyira ki vannak hegyezve, hogy nagyon-nagyon érzékenyek minden egyéb olyan körülményre, ami nekik nem megfelelő, ott már a termelésük nem az optimális, vagy az elvárható. Egy tenyésztelepnél nagyon fontos a szaporodás biológia minél magasabb fokú kihasználása. Hogyan segíti az új épület ebben a munkájukat? Új szemlélet és új tudomány. Ha így röviden akarom mondani, ha bővebben, akkor azt mondom, hogy eddig azokat a paramétereket, amiket tudott a telep, ezt már most a mai genetika nem tolerálja. Sem a tartás körülményekben, sem az eredményekben. És hogyha, ahogy az előbb mondtam, nem szolgáljuk ki, akkor nem tud megfelelő minőségben termelni az a genetika. És mi a végsőkig hittünk apuval abban, hogy a természetesnél nincs jobb. Csak hogy az is látszik, hogyha nem változunk, akkor úgy járunk, mint a dinó, kihalunk, vagy a gazdaság szűnik meg, és csak idézőjelbe teszem, csak nekiállunk növényt termeszteni, és akkor sokkal könnyebb dolgunk van, mert dolgozunk egy évben nem teljes évet, még nem akkora őrület van, mint egy állattenyésztési telepen. Mi arra tettük le a voksunkat apuval, hogy mi ezt a disznós hevesi nevet, ahogy Mincenten hívnak bennünket, megszolgáljuk, és abban bízok, hogy a családban levő gyerekek közül valaki
egyszer vonzalmat érez erre az extra nehéz pályára, ami nem csak abban él meg, vagy abban jelenik meg, hogy nehéz fizikai munkát jelent, hanem hogy állandó elfoglaltságot, sőt, ami a legrosszabb, hogy állandó készenléted. Nem lehet tudni, hogy mikor mi történik, és állandóan készenlétben kell állni, és mint egy rugó fölhúzva állandóan, és ez nem egy nagyon egyszerű életpálya, de persze ez nagyon szép. De amellett, hogy nagyon szép, azért mindenki pénzből él. És arra gondoltunk, azért fejlesztettük ezt a telepet, hogy például az új tudományt beépítsük a tartástechnológiánkba, ezért hoztunk új állatokat Franciaországból. Ezeket megpróbáljuk úgy kiszolgálni a fölnövekvő mieink mellett, hogy a bennük levő genetikai potenciált valahogy kihozzuk. Hogy mondjuk példát, a disznó fejénél 2 vagy 1,5 méteren 360 luxus fénynyerőt kell biztosítani. Azt gondoltam, hogy ez egy ilyen humbuk valami, és ahogy bekerültek a telepről a jószágok, hát azért a bukási tüneteket mutattak. De ennek ellenére mi úgy döntöttünk, hogy megpróbálkozunk egy olyan rendszerbe emelni, ahol 3 hetente termékenyítünk csak, megfelelő hormonkészítményekkel, ivarzál szinkronizálunk, és ez majd egyszer azt jelenti, hogy egyszer volt egy kampányunk, amit bugatásnak hívtunk, majd utána jön a következő, amikor fiasztatni kell, meg értékesíteni. De úgy látszik, hogy a mai világ már arra fele megy, hogy ha minden jól megy, akkor nem lehet más tenni, csak erre fele elmenni. És persze ez azt is jelenti, hogy az ember ha pénzből él, akkor fejlesztenie kell majd a többit. Egy jó állattartó telep sajnos olyan, mint egy ház, sose készül el, és mindig van mit rajta csinálni, de abban bízunk, arra tettük fel az összes kártyánkat, ami most van, hogy ez a telep megmarad, és abban bízunk, hogy ennek a új épületnek a hozadékával nem csak a hitelt fogjuk tudni visszafizetni, hanem a telepnek a további fejlesztése, lehet azt mondani, hogy high-tech technológiával való felszerelése is tovább folytatódhat. Mennyi sertést tud fogadni az épület? Az egyedi állások száma jelenleg 80, még 20 elfér az épületben vagy a teremben, és a hátsó mélyalmos épületrész az 80 és 120 koca elhelyezésére, egyszerre történő elhelyezésére alkalmas. Oda még egy automata etetőt, még egyet be kell szerelni, az egy következő pályázatnak a eredménye lesz majd, és akkor azt kell mondjam, hogy szinte 100%-on fog üzemelni ez az épület. Azt szeretném még róla elmondani, hogy megpróbáljuk ezt a szuper érzékeny, de jó termelékenységű sertést maximálisan kiszolgálni, és abban bízunk, hogy amit vállaltunk, vagy az elképzeléseket elmondták itt a tervezők, a nyári nagy melegben és a téli nagy hidegben sem lesz 18 és 20 foknál hidegebb az épületben, mert hogy ez a disznó ezt igényli, és ezért van a hűtőpanel, hogy a 40 fokot megpróbáljuk valahogy lehűteni, hogy ne stresszeljen be a disznó és megfelelően búgódjon, illetve amikor hideg van, akkor meg egy pelletálló kazán, vagy pelletes kazán, vagy ilyen mindenféle úgymond biokazán biztosítja azt a hőszeget, ami nem csak ezt az épületet, hanem majd az átalakításra kellő másik épületet is ki fogja tudni szolgálni. Feltétlenül beszéljünk arról is, hogy a kiszolgáló személyzetnek milyen körülményeket biztosít ez a telep. Elmondaná nézőinknek a fekete-fehér öltöző lényegét? Édesapám nekem azt tanította, hogyha a cégbe vagy a családi gazdaságban vannak alkalmazottak, akkor azokra úgy kell tekinteni, mint a családtagunk lenne. És én azt is mondta, hogyha az embereknek jó körülményeket biztosítunk, meg családtagnak vannak nézve, akkor hát, ha reményeink szerint idézőjelbe teszem, úgy hálálják meg ezt, hogy a munkavégzésük jobb lesz. Elégedettebb ember, elégedettebb munka, minőség, és abban bízok, akkor elégedettebb főnök, ha ezt így körbe akarnám zárni. Itt
Azt is tudni kell, hogy a telepet 20 éve kezdtük el egy szántóföldből építeni. És akkor úgy gondoltuk, hogy 3-4 alkalmazottnál több nem lesz, meg nem lesznek nekünk szántóföldes, de nem lesz növénytermesztésünk. És ezt 2004 óta átírta az élet, és azt kell mondanom, hogy kinőttük azt a régi szociális részt. Itt a fekete-fehér öltözőnek az a lényege, hogy ha beérkezünk a telepre, akkor a kinti gúnyánkat lerakjuk. És most már erre van mód és lehetőség, hogy egy kulturált európai környezetben le tudjuk rakni a kinti gúnyákat, majd utána egy ilyen mosdóhelységen át érkezve bejutunk ebbe a helységbe, ahol a telepi ruhákat veszük föl, illetve ahogy lehet látni, itt fogunk majd reggelizni, ez egy ilyen központi helysége a szociális résznek, és innen nyílik majd a hátra mögött levő ajtó, ahol ki fogunk menni már a telepre. Itt ennek az a lényege, hogy a kinti, a telepen kívüli dolgokat, gondolok itt elsősorban a betegségekre, ne húzzuk be a telepre, és azt gondolom, hogy ez a körülmény már megfelelően világos, megfelelő helységet biztosít arra, hogy az emberek meg mindenki át tudjon öltözni, és akkor abban bízok, hogy ez majd a munka morálba, illetve a munka hatékonyságán is meg fog látszódni. Ahogy mondtam az előbb, hogyha elégedettek a dolgozók, akkor abban bízok, hogy a munkájuk is megfelelő lesz. Az előállított sertéseket hol értékesíti? Három pályája van szegény malackának, aki a telepre születik. Az első az számomra nem annyira üdvözítő, az a megsemmisítő, az elhullott állatokat az a tev viszi el, de mi arra törekszünk, hogy ez minél kevesebb legyen. És itt két pálya van előttük, az egyik a Hungary Meat, hogy egy nagy termelő csoporton vagy csoportban vagyunk, az az Alföldi Sertésbész, és ők összefogva közösen értékesítünk a Kiskunfélegyházi Vágóhídra, és megfelelő időben lejelentve 25-ös éve, 50-es éve vagy 100-as éve viszik el a Vágóhídra az állatokat. Itt özönmel a kiherélt fiúk, az ártányok mennek a Vágóhídra, illetve azok a tenyészkoza süldők, akiket kiselejtezünk, nem megfelelő termelési eredmények vagy szaporossági eredmények okán. A másik fő csapás, és errefele szeretném eltolni minél jobban, ami egy nagyon nehéz pálya, az a tenyészállat értékesítés. Mert a hízón fölül ennek a tenyészállat értékesítésnek van egy plusz hozadéka, anyagi hozadéka, ez 40%-ot jelent, és néha ez a 40% tart életbe bennünket, ezt sem szabad eltitkolni. És pontosan emiatt idén majdnem 20 éves tenyésztői munka okán úgy döntött a Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők Egyesülete, hogy a telepet a szaporító tenyészetek közül kiemeli, és törzstelepé minősíti át. Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve most már kan süldő forgalmazást is tudunk csinálni, nem csak tenyészkoca süldő forgalmazást. Ez annyiban előrelépés, hogy például az itt levő 40 darab francia szuperszapora kocából az ország különböző tenyészetébe megpróbálunk minél több kan süldőt majd értékesíteni. Ez egy nagyon nehéz és csúszós pálya, de abban bízom, hogy ez a tenyésztői átminősítés egyben jelzi azt a munkát, azt az elhivatottságot, ami az elmúlt 20 évben jellemezte a gazdaságot, és gondolom azért bízik a Fajta Tiszta Egyesület vezetősége is a telepbe, azért minősítette át, mert látja benne a perspektívát. Milyen fialási átlagot válnak az új francia süldőktől? Hát ugye az új év az mindig tele van új kihívásokkal, meg néha kívánságokkal is, de ugye azt szokták mondani, ha elmondja az ember, akkor nem teljesül. Viszont azt is látni kell, hogy ezek a franciákat, vagy ezeket a francia süldőket azért tudta behozni
a magyar kormány támogatásával sertésprogramon keresztül a Magyar Fajtatiszta Sertéstenyésztők Egyesülete, mert el sikerült jutni egy olyan állomásra, vagy szintre, ahol eljutottunk abba a fázisba, amikor azt lehet mondani, hogy ezek a, amikor valaki tenyészállatot akar külföldről behozni, akkor ugye megvan, hogy melyik szintet tudja elhozni egy adott talomból. A legszebb kanokat berakják mesterségesre, már külföldön is. A legjobb kocákat megtartják maguknak, vagy az első-második vonalat. A harmadik, negyediket még baráti országoknak, ha lehet így mondani, ugye mi a franciákkal nem vagyunk, vagy nem mindig vagyunk olyan nagyon baráti ország, és akkor jobb esetben negyedik, ötödik, hatodik vonalat, tehát majdnem már a selejteket hozhattuk el, csak azért, mert hogy szuperszapora. Azt is tudni kell, hogy a szuperszapora francia fajtákat a nagy hibrid forgalmazó cégek is előszeretettel építik a saját tenyésztési programjukba. Viszont idén valahogy sikerült úgy megoldani, hogy a második és harmadik vonalat hoztuk el. Na, ezek a disznókból vagy érkeztek be az országba, érkezett be az országba júniusban három kamion, és az ország különböző szaporító és törzstelepeire kerültek elhelyezésre. Olyan, és ez sorsolással dőlt el, hogy melyik disznó melyik telepre érkezik. Olyan sertéseket sikerült szerencsével idehozni, ami a legrosszabb is olyan választási átlagot produkál, ami nálunk még fialásban sincs. Ez konkrétan fialási átlagban 18-at jelentett. És a francia disznóban ez a választott átlag. Ez azt jelenti, hogy más metodika, más tudomány, más tapasztalás és más munka körül vagy munka végzési folyamat okán ezeket meg kell tanulni kiszolgálni. Persze kisebbek lesznek a malacok, de sokkal többek. És én abban bízom, hogy nem ilyen számokat, de ha egy ilyen 13 és 14 közötti választott átlagot el sikerülne érni, akkor azt gondolom, hogy ez a bankot is megnyugtatja, meg a fejlesztési lehetőségek tárházát is kinyitja, és el lehetne azt mondani, amit mindig a fejemhez vágnak növénytermesztési fórumon, hogy miért dumálok én, amikor annyira gazdag ember vagyok, hogy amit keresek a növénybe, az bebukom az állattenyésztésbe. Én meg ezzel azzal szoktam visszarevolverezni, hogy majd várjatok fiúk, jön még kutyára kamion. Abban bízom, hogy ezek az állatok megszolgálják az új épületet, és az új év során majd január 15 és 18 közt, amikor nekiállnak fialni, akkor a következő ciklusban már az lesz a gondunk, hogy hova rakjuk el a malacokat, hova helyezzük el a megszületett nagyon sok állatot. Szeretném azt már egyszer megélni, hogy a telepet majdnem szétnyomja már a disznó. Azt tudjuk, hogy ön igen nagy területen és igen komoly termesztési technológiával termeli meg az állatoknak a takarmányt. Elegendő ez a sertéseknek? Hát, hogy kinek mekkora területe van, vagy mekkora, mi a nagy és mi a kicsi, az egy nagyon érdekes kérdés. Ha föl kéne ásni, akkor sok kisásó van. Viszont, hogyha bizonyos nagy vezetők, OTP vezér és egyéb uraknak a birtok méretét nézzük, akkor nagyon kicsi. De néha én úgy gondolom, hogy ez a mi gazdaságunk, ez egy középgazdaság, és nincs más lehetőségünk, csak az, hogy valahogy intenzíven megteremtsük a disznóknak azt a takarmányt, ami számukra szükséges. De az is látszik, hogy mivel kell vetésváltás, szükséges is, ezért én abban gondolkodom, hogy itt Mincenten vagy a környéken keresek olyan termelői partnereket, akik, hogyha leírom nekik, hogy milyen meg ilyen termelési technológiát, termesztési technológiát kellene például az Árpába csinálni, akkor ezt, ha betartják, akkor én megvásárolnám tőlük azt a takarmányt, pontosan azért, mert abban bízom, hogy ezek a 3 hetes ciklusokban fölnövekvő sertések száma, ez akkora ugrás lesz, hogy nem győzzük majd takarmánnyal. És remélem, hogy ebben jövő őszig tudok partnereket keresni,
megtalálni is, mert hogy tényleg többszörös a takarmányra lesz szükség a telepen, mint ami eddig volt. Az is biztos, hogy az is, hogy is meg, szóval az is nagyon látszik, hogy az előző riportalanyok már elmondták, hogy mennyire nehéz év volt az idei, meg mennyire extrém. Én nem vagyok ekkora tudású, mint az előttem nyilatkozók, meg nem is tapasztaltam még a korom miatt sem ennyit, de az biztos, hogy ilyen extrém évet én még nem láttam. Az, hogy mindenki azt mondja, hogy könnyű élet a mezőgazdászok élete, meg az állattenyésztőké, meg könnyű nektek, mert vannak állami támogatások, és ti itt tökre jól el vagytok, úgymond kis királyok vagytok. Csak néhány extrém példát szeretnék mondani. Nagy nehézségek árán elvetettük idén a borsót, a konzervborsót. Mikorra betakarítottuk volna, lezúdult 150 milli csapadék arra a területre, előtte meg öntözni kellett. Odáig jutottunk, hogy 6,5 hektár konzervborsó kimaradt, kutya ki nem fizette. Úgy gondoltuk, hogy ezután még vetünk oda csemege kukoricát, mert rajta van a lineár és az öntözés majd mindent megold. Nagy nehezen elvetettük, nagy nehezen be is öntöztük úgy, hogy abban a nagy szárazságba kikelt. Megint kapott egy akkora esőt, hogy tiszta cserép lett az egész. Megviselte a növényt, utána olyan hőszeg jött, hogy olyat én még nem láttam, és hiába öntöztünk, és állandóan öntöztünk, nagyon sok gázolajjal, nagyon sok munkaórával, a csemege kukorica akkora, a növény akkora maradt, mint én, és persze arra se lehet fölkészülni, hogy milyen meleg van szeptemberbe, októberbe, 9 nappal hamarabb beért a csemege kukorica, mint ahogy az ütem elvárta volna, ezt a konzervgyár nem reagálta le, és kimondom a számot, 45 hektárnyi csemege kukorica betakarítatlan ott maradt. Nem kívánok, még az ellenségemnek se, ha van ilyen élet, de ezt nagyon nehéz talpon kibírni. Vagy ha azt a példát mondom, hogy megtermeltük nagy nehezen a kitörési pontnak szánt durumbúzát, és még Szegváron a Puskin szövetkezetben ott van a tárolóban, meg kutya meg nem kérdezte, hogy mennyiért szeretném én azt eladni, holott egy árubúzát javító minőségben már 61 forintért elvisznek, a durumbúzára sokkal több gondoskodás kell, és még mindig nem bírtuk értékesíteni. Tehát nagyon extrém sport volt az idei, és nem túl jók a kilátások, jövőre sem nincs elég csapadék, nem töltődött még föl kellőképpen az altalaj vízzel, úgyhogy nem is tudom, hogy mit vessünk, napraforgóról már jobb nem is beszélni. Jogilag felelősségre lehet vonni a konzervgyárat azért, mert nem veszi át a terméket? Tulajdonképpen annyi történt, hogy a gazda felelősség az, hogy el legyen vetve, olyan körülmények közt és a felügyelő által gardírozva olyan fejlődési pályán menjen át a növény, amit optimálisnak talál a konzervgyár. Viszont ugye olyan extrém meleg volt, 26-27 fok, hogy a hőszeg annyira előre haladott, hogy ugye 9 nap hamarabb elkészült a kukorica, csak hogy ezt a gyár nem reagálta le. Annyit tudtunk tenni, hogy van az a szép közmondás, hogy széle szemben nem lehet. Lehet, csak annak következményei vannak. De annyi történt, hogy a nyár, amit egy kis területet learatott, és annak az átlag termésével kalkulálva megvásárolta ezt a terméket, de a 90%-át fizette ki. A gazdának annyi lehetősége van, hogy vagy termel ilyen növényeket, vagy nem termel. Akkor már bele vagyunk kényszerítve egy olyan dologba, amit muszáj megcsinálni. Abban még próbálkoztunk, hogy lesilóztatni a megmaradt területet, mert majd ez jövőre vissza fog idézőjelbe beszélni, ugye pentoználatás miatt nagyon sok kukoricaszár fönn maradt, viszont most tök jó, mert a környékbeli összes vad ilyen 300-asával vannak az őzek, 2000-esével a vadlibák, meg a vadludak.
Most ott jól élnek, megetettük a környék vadjait, de ebből még túl sok pénz nem lesz. Viszont az tényleg azt kell eldöntenünk, hogy ezt te akarjuk-e jövőre vagy nem csinálni. Ez a tél folyamán el fog dőlni. Viszont azt is tudni kell, hogy sajnos eljutottunk odáig, hogy nincs alternatív növény. Tehát ha nem ezt csináljuk, akkor annyit tudunk tenni, hogy azonban gondolkoztunk egyébként, hogy egy extrém esetben simáru kukoricát bevetünk a lineár pálya alá, és akkor onnantól kezdve 2-3 öntözéssel, vagy amennyit igényel, egyszerűbb körülmények között fele annyi ráfordítással, mert most azt is el kell mondani, hogy egy csemege kukoricát 5 és 600 ezer forintból csinálunk meg. Annyi anyagráfordítás, meg munkabér, meg gázolaj, meg egyéb más kell. Öntözéssel mi egymással. Gépbérlete. És akkor ezzel szemben van egy áru kukorica, amit azt mondok, hogy megöntözök 2-3-szor, amikor éppen szüksége van neki, a vízre. Egyszer megrovarozom, fele annyi költségből megcsinálom, és akkor még lehet, hogy hasznom is van rajta. Vagy keresünk olyan növényeket, mondjuk éppen betőmagot, vagy akármicsonát, de a durumbuzerben nem jó példa, vagy ahogy látszik most jelenleg, a napraforgó piac is éppen most van összeomlóban, ami beszűkíti annak a lehetőségét, hogy milyen növényeket tervezzünk egyáltalán. És nem lehet mindig állandóan mondjuk repcét, mondjuk az is rossz példa, mert az is elfelejtett idén kikelni, de mondjuk nem lehet árpát vagy egyéb gabonákat vetni állandóan egymás után, mert ugye megvan a vetésforgónak az oka is, hogy mit, miért és mikor teszünk. Tehát ez nem egyszerű pálya, viszont azt is látni kell, hogy én azt gondolom, hogy mindenki abban hisz, vagy abban bízik, hogy majd az öntözés minden problémákat megoldja. Itt volt az idei év, amikor azt kell mondani, hogy hiába öntöztünk, nem oldotta meg. Majd meglátjuk, hogy milyen harcok lesznek még, de mondom, vagy ahogy említettem az előbb, ez még a télnek a folyamodványa, bár az is baj, hogy már meg kellene rendelni a kukoricát, meg a napraforgó vetőmagot, ha hajlandók vagyunk vetni, de még nem állt össze a vetés struktúra, tehát még nem tudom, hogy mi lesz ott jövőre. Az őszi vetésű növényei a viszontagságos időjárási körülmények ellenére hogy néznek ki? Hú, ennek felesett réfa. Szokásos időben viszonylag jó, miénk legalábbis viszonylag jó magányba kerülő árpákról és búzákról beszélünk, vagy beszélhetünk. De mivel 3,5 hónapig meleg volt, meg csapadékhiány, így sem a elvetett zöld trágya nem kelt ki, ami jó pár millió forintos vetőmag ment a kukába. Sem az árpa, sem a búza. Itt az a baj, hogy lehet, hogy most a hó alatt, ugye a hó leszigetelte, hála jó Istennek, itt a mínusz 9-10 fokokat tól megvédte. A növény az, meg a természet egy érdekes és gyönyörűséges valami, állandóan képes meglepetéseket okozni. Itt a baj az, hogy lehet, hogy a hó alatt ki kell a gabona. Csak elvesztettük azt az időt, ami az őszi bokrosodásra száll a természet. És az őszi bokrosodásról azt kell tudni, hogy az a legstabilabb valami. Tehát az ha ősszel a gabona bebokrosodik, az tavasszal próbálja bepótolni, csak hogyha ott extrém meleg van, vagy csapadékhiány, és veszélyben érzi az életét a növény, akkor ezeket a tavaszi oldalhajtásokat elrúgja, és akkor kevesebb oldalelágazás miatt kevesebb kalászszám, és akkor kevesebb termés lesz. Emellett még az is probléma, hogy igazából itt a baj, szinte azt kell mondjam, hogy szinte csak Dél-Alföldre vonatkozik, szűkül be. Az ország különböző helyén az extrém más problémákat kezdik el mondani, ahol már az a baj, hogy ők sok esőt kaptak augusztusban, a repce térdig ér, és akkor sorolhatom annak a problémáját, itt meg ki sem kelt. Vagy a gabonák már akkorák, hogy őszi gyomírtást kellett végezni, szinte regulálni kell, mert már akkora. Nálunk meg még ki sem kelt. Tehát, és ennek ellenére majd nem lesz a mi gabonának több ára, az övékének meg kevesebb. Úgyhogy jövőre is lesz kihívás. Én azt gondolom, hogy is mondjam, nagyon készelétbe kell állnunk, hogy tudjuk ezeket helyrehozni, vagy a károkat mérsékelni.
de azt is látni kell, hogyha, ahogy mondtam az előbb, ha nem lesz sok-sok csapadék, akkor a tavaszi vetésű növények is nagy, vagy még nagyobb bajba lesznek, mint az őszi vetésűek. Köszönjük a beszélgetést! Én is köszönöm a lehetőséget!